why we're here today. To protest against the way the government centers attention through racist propaganda on migration, while physically pushing people seeking asylum to the margins, detaining them, beating them. Tiltakozunk a fogvatartás ellen. Pusztán azért, mert valaki védelmet kér, nem lehet embereket fogva tartani. Azt gondoljuk, hogy ez Európában is példátlan módon embertelen. Tömeges fogvatartást, automatikus fogvatartást nem lehet elrendelni. Őket is berakják, már pedig ez aztán mindenféle nemzetközi egyezménynek, uniós jognak, emberi jogoknak, mindennek a világon ellene megy. Jézus ellen nem volt valódi vád. Még a római helytartó is megkérdezte, hogy valójában mi rosszat tett. Hogy mégis el lehessen ítélni, ahhoz ellenséget kellett láttatni benne. Tudjuk, hogy végtelenül könnyű és kényelmes lenne, ha menekültek nem lennének itt a határon. De itt vannak. És a társadalom nem tehetné meg azt, hogy nem veszi figyelembe őket, vagy elfordítsa tőlük a tekintetét. A politikai vezetés talán csak jóhiszeműen segíteni akar a társadalomnak, hogy ne foglalkozzon azzal, ami kényelmetlen és kellemetlen lehet a számára, mert a politika meg tudja védeni a társadalmat a nehéz kérdésektől. Csak ennek az az ára, hogy a társadalom egyre kevésbé akar felelősséget vállalni azért is, amely az ő kötelessége lenne. És az ilyen társadalom egyre indulatosabb, előítéletesebb és agresszívebb lesz, amit a történelem végül mindig meghazudtól, lemér és könnyűnek talál. Bocsánatot kérek, nyilvánvalóan elsősorban a magam nevében tehetem ezt meg, hogy mindez megtörténhet ebben az országban. Nem könnyű ma magyarnak lenni Magyarországon.